igaza volt, mert szeretném megjegyezni, hogy a háború évei azok a felnőtté válásban dupláztak. Tehát egy 17 éves fiatalember, én ez voltam 44-ben, az már felnőtt emberré válik a háború következtében. Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttetek. A kötetbemutatónk apropóját az adja, hogy megjelent Kende Péter életmű sorozatának a legutóbbi darabja. Szeretettel köszöntöm körünkben Kende Pétert, szociológust, politikai eszéírót, politikai ellenzőt, újságírót, de legfőképpen gondolkodó embert. Maga ez a kötet egy, mint interjú kötet, 1930-as évektől szinte máig mond el valamit a magyar és európai társadalom fejlődésről, legfőképpen ugye a saját személyes sorsának az alakulása mentén, illetve apropóján. Természetesen arra semmilyen esélyünk nincs, hogy ezt a életutat mi most a részleteiben áttárgyaljuk, de arra viszont van lehetőségünk, hogy röviden ízelítőt kapjunk ebből az kivételes életpályából, tehát bizonyos csomópontok mentén fog majd zalani a beszélgetésünk, és ki fog derülni, hogy mit gondol mindenről Kende Péter. Ugye nem szokás egy vendég esetében az ő életkorát firtatni. Én ezt most mégis megteszem, és azért merem ezt megtenni, hiszen a kötet előszavában Reiner János is megteszi mindezt. Egy nagyon rövidet szeretnék idézni az előszóból, Reiner János tollából. Idézem. A 90. évén is túljáró Kende Péterre tekintve egyáltalán nem szomorodik el az ember. Ellenkezőleg. Inkább felvidul, érzékelve a személyiségéből árdó derűt. Akkor is, ha a könyveiben felvedett témák, kibontások és elemzések után nem tűnnek túlzottan örömtelének. Most valóban így van, a kibontott témák és problémák, amiről szó van a kötetben, interjú kötetben, azok nem túl örömteliek, de kétségtelenül Kende Péter személyiségéből sugárzik a derű. Kezdjük a legelején, és kezdjük a legelején a családdal. Milyen volt gyereknek lenni a Kende családban? Mi az a szellemi muníció, amit kapott útravalóként a Kende családban? Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, egészen 14 éves koromig, amikor is anyám súlyos betegségben meghalt. De addig nagyon-nagyon nagyszerű gyerekkorom volt, mert nagyon jó szüleim voltak. Másodmagamban voltunk a gyerekek, nővéremmel, aki nálam másfél évvel idősebb, de végül is él. És én nem csak 90 éves voltam, hanem 91 éves is elmúltam. A 92. életévemet taposom. Na szóval, a gyerekkor az gondtalan volt. Azt nem lehet mondani, hogy mi gazdagok voltunk, de jómódúak voltunk. Tehát olyan értelemben, hogy a gyerekek semmiben nem szenvedtek hiányt, és jó iskolákba járattak minket, és hát egy nagyon bensőséges, jó családi élet volt, amely azonban elsősorban azon tűnt ki, hogy egy szellemi ember neveléséhez segítséget adott, mert apáméknak igen-igen nagy könyvtára volt, és abban volt nem csak szép irodalom, és a szép irodalomban nem csak magyar szép irodalom, hanem volt társadalomtudomány, valamennyire történeti munkák is, és még sok minden más. Apám, aki a 19. század
vége felé született, 1888-ban. Ő a középiskolai éveinek a befejezésekor úgy találta, hogy ő szabad gondolkodó. Tehát annak ellenére, hogy vallása, mint mindenkinek neki is volt, zsidó vallású volt apám, és hát őt ennél fogva zsidó vallásban nevelték, de ő igen korán megismerkedett olyan munkákkal, amelyek arra indították, hogy ő szabad gondolkodó legyen, ne higgyen semmilyen felsőbb lény létezésében, hanem hát ahogy ez általában ugye a szabad gondolkodók elképzelik, az ember az emberek a saját maguk teremtményei, tehát azok, amik őket a szokásaik, a hiedelmeik, a tudásuk, a tapasztalataik teszik. Mint ilyen, apám nekünk is azt mondotta, hogy higgyük el, hogy nem felsőbb lények jelenítanak minket, de természetesen ez nem akadályozta meg, illetve nem akadályozhatta meg őt abban, hogy a gyermekei vallásoktatásra járjanak, mert a két világháború között kötelező volt. Mi kötelező volt, ugye? Előtte még inkább. És miután ugye zsidó családba születtem bele, amely végigélte az 1918 utáni forradalmak és ellenforradalmaknak a mindenféle viszontagságait. Ők arra az elhatározásra jutottak, hogy a gyerekek azok nevelkedjenek keresztény vallásban, mert kevesebb gondjuk lesz az életben, és anyám fölvette az unitárius hitet. Az unitárius vallás, nem tudom, hogy mindenki tudja, az egyike a protestáns felekezeteknek. Erdélyben sok unitárius van, de Magyarországon nagyon kevés. Ez a legszabadelhűbb keresztény felekezet, annyira, hogy egy olyan országban, ahol nagyon sok unitárius van, ez Anglia. Ott úgy nevezik magukat, hogy The Liberal Church. Ez a nem. Az unitárius vallás. The Liberal Church. Lehet, hogy Amerikában is így nevezik, de Angliában biztosan. És ebbe a Liberal Church-be, ugye, kérte anyám felvételét a húgával együtt, aki különben neves pszichiáter volt a maga idejében. Anyám is orvos volt, gyerekorvos volt. És így az ő gyerekeik, mármint anyám és nagynéni gyerekei, azok már unitárius vallásban nevelkedtek. Ilyen módon én azt is megtanultam, hogy mi a vallás. Ez fontos dolog, mert ez valószínűleg az emberi szellemnek egy olyan dimenziója, amely kikerülhetetlen. Tehát még akkor is, hogyha valaki nem hisz Istenben, semmiféle Istenben nem hisz, még akkor is jó, hogyha tudja, hogy van egy ilyen dimenzió, és hogy ennek a dimenziónak vannak olyan érzelmi és mondjuk így spirituális vonatkozásai, amelyek ezen kívül ugye ismeretlenek volnának egy felnövő fiatal gyermek előtt.
közben válkodok egy kérdés elejébek. A kötetből, interjú kötetből kiderül a politika iránti rendkívüli érdeklődés nagyon fiatal kortól. Honnan van ez a politikai érdeklődés? Én nagyon korán kezdtem olvasni általában, de újságot olvasni is korán kezdtem. Biztosan tudom, hogy amikor a németek magukhoz csatolták Ausztriát 1938-ban, az Anschluss idején, én már újságolvasó voltam. És attól kezdve én minden nap olvastam azt az újságot, amelyre apám elő volt fizetve, apámik elő voltak fizetve, amely is előbb a Pesti Hírlap volt, és később, amikor létrejött a Magyar Nemzet. Tehát én a Pesti Hírlapon és a Magyar Nemzeten nevelkedtem, mint újságolvasó. És tekintettel arra, hogy én gyakorlatilag a háború kitörése előtt kevéssel kezdtem újságot olvasni, nekem a II. Világháború olyan értelemben is kortársi esemény, hogy én annak minden egyes mozanatát az újságból részletesen olvastam és figyeltem. Már amennyire ezt az újságból tudni lehetett, de hát persze rádió volt már akkoriban, és rádióadásokat is hallgattam, és a háború alatt a mi tájékozódásunk az angol rádió magyar hírei voltak, amelyeket legalábbis 44 márciusáig veszély nélkül lehetett olvasni. 44 márciusától kezdve aztán változott a helyzet, de mondjuk ez nem olyan fontos vonatkozása az életemnek. Tehát az újság olvasás az tehát, hogy már gyerekként megkezdődött nálam, és ilyen módon talán nem egészen véletlen, hogy később az újságírói pálya iránt vonzódni kezdtem. Azt nyilatkozza a kötetben, hogy életének három sorsfordító időszaka volt, ami négy részre mondja az ön pályáját. 1944-45, 1953-56 és 1989-90. Hogyan élte meg a 44-45-ös sorsfordító időket? Nem akarok részletekbe belemenni, de életveszélyben is voltunk, mert mint zsidó származású családot, anyám bár akkor nem élt. Szerencsére. A mi szerencsétlenségünkre, de az ő szerencsére. Hárman voltunk, tehát apámmal és tővéremmel egy hármas kis családot képeztünk, és az, hogy mi fönn tudtuk maradni a német megszállás után itt Budapesten végig, ez apám találékonyságának, eszének és összekötetéseinek köszönhető. Apámnak nagyon széles baráti köre volt, és nem csak zsidók, ennél fogva bujkálni lehetett úgy, hogy baráti környezetben maradtunk, aztán ez komplikálódott a későbbiek folyamán. De tény az, hogy mi szabadon végigéltük a német megszállást egészen a nyilas időkig, amikor is volt egy egész rövid periódus, 10 nap, amikor az életünk egy hajszálon függött. Én ezt most nem mesélem el, mert nem ez a témánk, de tény az, hogy kis híja, hogy akkor nem lőttek minket a Dunába. 1945 tavaszán vagyunk, és Uravod Szegedre került, Pestről leérettségizzel. De kötődik Szegedhez más élmény is, illetve többször is él Szegeden élete folyamán. De ez a 45-ös élmény, érettségi élmény mással is kiegészült, még pedig azzal, hogy az első újságcikket akkor írja. Na most először is egész röviden meg kell mondani, hogy hogy kerültünk és miért kerültünk Szegedre. Apámnak nem volt semmilyen köze Szegedhez. Volt egy anyai nagyapám, akinek lett volna köze, de aki már ekkor nem élt. Ez az anyai nagyapám, ez részt vett a szegedi árvíz mentési munkálataiban az 1870-es évek végén,
és egyik története volt, amit nekünk úgy 10-12 éves koromban szeretett többször is elmesélni. A másik nagy élménye Bosznia, és Bosznia okupációja volt, mert abban is részt vett, mint fiatal önkéntes katona. Nagyon. Ez a monarchia alatt volt. 45. januárjában ugye a német megszállást, a szovjet megszállást váltotta föl, és hát olyan háborús viszonyok uralkodtak Budapesten. És apám nagyon szerette volna, hogyha mi a nővéremmel megkezdjük, folytatjuk a tanulmányainkat. Én 8. gimnazista lettem volna a 44-45-ös évben, de 44-ben nem iratkozhattam be a gimnáziumban, amelyben addig jártam, az a budapesti gyakorló gimnázium volt, mint a gimnáziumnak is nevezik, és a nővére nem iratkozhatott be az orvosi egyetemre, ahova célja volt beiratkozni. Apám azt mondotta, neki van egy barátja Szegeden, aki hajlandó minket egy rövid időre befogadni, úgyhogy utazzunk le Szegedre, és aztán egy ideig ugye ezzel a barátnál leszünk, de utána aztán biztos találunk magunknak lakást, és már elég felnőttek vagyunk ahhoz, hogy a maguk lábán legyünk. És ebben igaza volt, mert szeretném megjegyezni, hogy a háború évei azok a felnőtté válásban duplázhatnak. Tehát egy 17 éves fiatalember, én ez voltam 44-ben, az már felnőtt emberré válik a háború következtében. A nővére mondom, hogy picit idősebb nálam. Hát egy kalandos úton le is jutottunk Szegedre. Ez azért volt, mert apám a tejiparban dolgozott, annak ellenére, hogy orvos volt a tanult szakmája, de akkor vegyészként a tejiparban dolgozott, és vezetője volt egy tejvállalatnak, amelyben minden nap hozták föl a teljes kocsik Budapestre a tejet, és azok vissza is meg. És apám azt mondott, hogy felültetek titeket egy ilyen teljes kocsira, és az levisz titeket Nagykőrösre. És Nagykőrösen már biztos találtuk vonatot, és az elviszi titeket Szegedre. És ez szó szerint így is történt. Nem mondom, hogy nagyon kellemes volt a lovaskocsin Nagykőrösi gyűjti Budapestről a téli hidegben, mert ez még februárban volt, 1945. februárjában volt, de hát jól felöltözve mindent ki lehet bírni, és aztán a Nagykőrösen pedig az állomásra vitt kedvességből a kocsis, ugye, megállt az állomás előtt, és azt mondta, itt szálljanak föl a vonat. És akkor oda mentünk az állomásra, hát a vonatok nem jártak olyan nagyon jól akkor Cegléd és Szeged között. A Cegléden túl már egyáltalán nem jártak, és talán csak Nagykőröstől indultak, de ez most mindegy. A tény az, hogy hát személyvonat az nem volt, de tehervonat az volt. Úgyhogy, ahogy ez akkor szokásos volt, beszálltunk egy tervagomba, amely nyitott volt. Nem kellett a tetején ülni a tervagomnak, mert nem volt teteje, hanem egy nyitott tervagomba. Hát jól bebújoláltuk magunkat takarókba és mindenbe, és így jöttünk éjjel és hajnalban fel Szegedre, ahol el is értünk, és és hát a vonatutasait először is DDT-vel beszúrták. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Fertőtleníteni kellett, ugye? Mindenféle tetveg és egyéb veszélyek ellen az érkezőket. Tehát minket is beszúrtak DDT-vel, és aztán azt mondták, tessék, ennek Isten jövővel. És felszálltunk egy villamosra, amely onnan indult az állomástól, és a villamos csilingelve végig ment, bejött egészen Szegedig, és
bár úgy értem, hogy Szeged belvárosáig, tudtuk, hogy hol kell mennünk, és közben láttuk, hogy itt béke van. Itt nem is volt háború. Egyetlen romos házat nem lehetett látni. Egyetlen belövést se lehetett látni. Nem állítom, hogy ilyen nem volt, de minden esetre mi nem láttunk. És kinéztük az ablakon, és láttuk, hogy piac van. És ottan túrót és tejfölt, és én nem tudom mit árulnak, amikor ezeket mi már hónapok óta nem láttuk Budapesten, ilyen dolgokat. A kenyeret lehetett Budapesten kapni, meg krumplit, meg vörös babot, meg ilyen. Ezek voltak az ételek, amelyeken mi akkor jöttünk. Úgyhogy, hát ez egy nagyon nagy meglepetés volt, és meg is találtuk ezt a apámnak ezt a barátját, aki befogadott minket egy-két éjjelre, de aztán szerzett nekünk egy albérleti szobát, és aztán később mi magunkat ugye intéztük a dolgaikat, és ebből az albérleti szobából hát rögtön mindenki, mármint a nővérem és én, mentünk a teendőnket elintézni, és a nővérem ment beiratkozni a orvoskarra, nyomban felvették, pedig akkor már március eleje volt, és én megmentem a korszak egyetlen fiú gimnáziumába. A két világháború között három gimnázium volt Szegeden, egy városi, egy állami, és egy piacs. Ezt a háromat, abban a háromból vontak össze egyetlen egy gimnáziumot, amely azt gondolom, hogy a korábbi városi gimnázium helyén volt. Próbáltuk beazonosítani az épületet valahol a Kiskörúton van, melyik körül a Tisza Lajos körúton. Azt hiszem, az volt a középiskola, és hát ott volt egy igazgató, aki különben pianista volt, a tanárika nagyobb része pianista volt, de voltak nem egyházi emberek is a tanárikában, de kisebbségben voltak a nem egyházi emberek. Bementem, megmondtam, hogy nyáratban vagyok, és felvett engem minden további nélkül, mert megmutattam neki a hetedik gimnáziumi végbizonyítvány. Tehát volt egy végbizonyítvány. És felvettek engem, és akkor elkezdtem járni a gimnáziumban. Nagyon csodálkoztam, hogy csak így egyszer megint iskolába kerülök. Ez egy olyan fura dolog volt, mert már egy üldözött felnőtt életét élt, és aztán egyszerre beiratkozik gimnáziumba. Nem is igazából, mert nem is éreztem magam egészen jól ebben, és kerestem is, hogy mit lehet tenni valamit, ami az új időkkel függ össze, és a mozgalmi életet élni. Kerestem és megtaláltam a MADISZ-t, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetséget, amelynek akkor volt egy nagyon-nagyon kedves fiatal vezetője, Kovács Attilának hívták, csak pár hónapig maradt ott ezen a helyen, aztán eltűnt, és az életben soha nem sikerült vele találkoznom. Aki boldogan fölvett engem, mert szüksége volt neki olyan fiatal intellektuelekre, akik előadásokat tartanak a külkerületi szervezetekben. Mert volt a MADISZ-nak, nem tudom, mindenütt külkerületi szervezete, és azokban kellett hetente egyszer előadást tartani. Úgyhogy mindenkit, aki erre alkalmasnak talált, engem is perc alkalmasnak talált erre, rögtön bevett, és azt mondta, nagyon jó, hogy jöttél, és nagyon kedves ember volt Kovács Attila. Mondom kettő évet, azt szerepel az interjú kötetben, hogy 1947-ben Vásárhelyi Miklós vitte önt a Szabad Nép szerkesztőségébe. És aki egy kicsit is érdeklődik a korszak iránt, az azt olvassa, tapasztalja a könyvben, hogy valami hihetetlen gazdagon le van írva a szerkesztőség működése. Azokban az években, amikor ön ott volt,
pontosan leírja, hogy hogyan működött a szerkesztőség, kik voltak az erős emberek, mi volt az ön dolga, kik dolgoztak mellette, amit sajtótörténetileg egyrészt persze lehet tudni, de a belső működés, belső szellemiség világát, ahogy bemutatja, ez rettenetesen izgalmas. Pár szót, hogyha erről beszélnem. Igen, ez most már egy egész más történet, mert ugye én előbb ifjúsági lapokat szerkesztettem, míg Budapesten, csak ahol visszakerültem Szegedről, és közben beiratkoztam a kommunistát. Meg kell mondani, hogy 1945-ben beiratkoztam a kommunistákba, azt mondván, hogy számomra a legfontosabb az, hogy ne történhessen meg még egyszer az, ami az előző években Magyarországon lejátszódott, és a leghatékonyabb erő ennek a elkerülésére a kommunista. Lehet bírálni meg minden, de ez volt az én megfontolásom. Úgyhogy én már kommunista párt tag voltam, amikor fölkerültem Budapestre. Ott még egy ideig szerkesztettem ifjúsági lapokat, és a Vásárhelyi Miklós volt a Szabadidőknek, nem a főszerkesztője, nem is annak a helyettese, hanem a legtapasztaltabb újságírója, mert már ő korábban is újságíró volt, és egyébként is egyik legrokonszemesebb ember, akivel valaha az életben kapcsolatom volt, tudnék, haláláig barátságban maradtam vele, valamikor 2000-es évek környékén halt meg. Ez 47-ben volt, tehát mi több mint fél évszázadon keresztül barátságból voltunk Vásárhelyben. Vásárhely egyszerűen tehetséges fiatalokat keresett a különböző rovatok számára. Ő akkor a belpolitikai rovatot vezette, aztán a külpolitikai rovatot, és engem azonnal fölvett a belpolitikai rovathoz, és akkor átment a külpolitikai rovat szerkesztőjének, akkor azt kérdezte, hogy nem akarok-e vele menni, mert engem megszeretett közben, és én is nagyon megszerettem őt, és akkor mentem a külpolitikai rovathoz. Szóval én így kerültem be a szerkesztőségbe. Na most a szerkesztőségben én persze egy nagyon-nagyon kicsi pont voltam. Picike pont, ráadásul egy szokatlanul fiatal ember. Az időben nem néztem ki sokkal idősebbnek, mint ez a fiatal ember, aki itt látható, ez a hecske fiú, a gajatetű tetején van ez fényképezve. Ez voltam én 66 évvel ezelőtt. Én addig, amíg Vásárhelyi Miklóssal dolgoztam, nagyon jól éreztem magam a szerkesztőségben. Ő egy nagyon szabad szellemi ember volt, de tényleg abszolút szabad szellemi ember volt, és az egyetlen, aki mert a főnököknek visszapofázni. Tudnék, ennek az újságnak a főszerkesztője a híres Révai József. Ő volt annak a négyes fogatnak, amelyet aztán 53-ban eltávolítottak, az egyik tagja, mondhatnám a legtehetségesebb tagja, mert egy hihetetlenül művelt, abszolút cinikus, hihetetlenül művelt ember volt. Ezekből volt egy rossz tulajdonsága, az, hogy nagyon hamar felpaprikázódott, és irtózatosan lehordta azokat, akik valami hibát követtek el az ő megítélése szerint, és ezért mindenki rettegett tőle. Mindenki rettegett tőle. Kivéve Vásárhelyi Miklós. Ő nem rettegett tőle. A Révai észrevette, hogy a Vásárhely a folyosón két fiatal emberrel sétál, akik egészen fiatalok, kb. Úgy néztem ki, mint ezen. A másik fiatal, nem tudom, hogy nézett ki, a neve Kornai János. A neve Kornai János, nekem jó barátom volt, az én tanácsomra vette föl Vásárhelyi őt szintén oda. Azt mondta neki a Révai, mi az Vásárhelyi maga itt óvodát akar nyitni? Erre a Vásárhelyi azt mondta neki, nem Révai más, ezek nagyon tehetséges fiatal emberek, majd meg fogja látni, amikor dolgoznak. Ez volt a Vásárhelyi motorra. Ő volt az egyetlen, aki így mert beszélni a Révaival.
mindenki rettegett a Rivaitól. Beleértve a helyettes főszerkesztőt, Horváth Mártont, aki szintén rettegett tőle, csak igyekezett ezt elleplezni, és ezért állandóan a zsebkendőjét rágta, hogy ne lássák, hogy ő mennyire fél. Aki különben egy eszes ember volt, és művelt ember volt, Riva József egy kivételesen művelt és tehetséges ember volt. De annak a legcinikusabb fajtája volt. Például megjelent egy Thomas Mann-nak egy új regénye, a Dr. Faustus. És azt a Dr. Faustus ról lehetett hallani, hogy ez egy nagyon nagy szabású könyv. És akkor odaadta egy munkatársnak, ez Gímes Miklós volt, aki nekem különben édes unokatestvérem, őt Gímes Miklós nagy imével együtt végezték. Odaadta Gímes Miklósnak, és azt mondta, olvass el és mondja meg nekem, milyen ez a könyv. Gímes nagyon, nagyon nagy irodalmi járatos ember volt. Tehát a Miklós, vagy nekem Miki elolvasta, és Révai kérdezett, na milyen tett meg? Hát ez szenzációs regény, ez ilyen is. Mondja Révai. Erre azt kérdezik tőle a Gímes Miki. Tehát akkor kiadhatjuk magyarul. Révai. Arról szó sem lehet. Arról szó sem lehet. Pontosan azért, mert Gímes Miklós Szalvéval megtudta, hogy ott mi van leírva. Hát az a Dr. Faustus egy nagyon, nagyon érdekes kritikája a modern kornak. Szóval mindegy. Tehát ez nem volt... Révai megértette a Gímes elbeszéléséből, hogy ezt ő nem adhatja. Ő volt ugyanis az irodalmi élet diktátor, Révai József. Az jelent meg, amit ő elfogadott. Amit ő nem fogadott el, az nem jelent meg. Vagy hogyha megjelent, akkor nagyon nagy baj a támadt annak a kiadónak, a kiadói szerkesztőnek, aki ezért felelős volt. Szóval ennyit Révairól, aki aztán letűnt a politika, a magyar politika élet színpadáról 53-ban, amikor a nagy változása volt. Én valóban ezt a szerkesztőséget belülről leírom, hogy hogy működött, és ezt bár több olvasó és jövendőbeli kritikusa a könyvnek, vagy tehát recenzor a könyvnek mondotta, hogy érdekes ezeket a dolgokat eddig nem tudtuk. Na most majd tudni fogják. Kénytelenek vagyunk ugrani. Hát le tudunk jutni a mába. Az emigrációjáról, tehát 57. januárjában hagyta el az országot, röviden ennek okairól, és hol vezetett az útja, és az emigráció első évei. Az emigráció közvetlen oka az volt, hogy én szerkesztőként, egy újonnan alakított forradalmi újság szerkesztőjéként részt vettem az 56-os forradalomban. És ezért ugyanúgy fenyegetett engem a letartóztatás veszélye 56. novemberétől kezdve, mint másokat, de én azért decemberig kitartottam, és még januárban is maradtam volna, apám még azt mondották, hogy jobb volna, hogyha már elmennél, de én azt mondtam, hogy amíg nem látom, hogy a közvetlen környezetem, de aztán elkezdtek a közvetlen környezetemről betartóztatni, és akkor el kellett. A forradalommal pedig azért vettem részt, mert én közben megszűntem kommunista lenni. Én nagyon nagy kételyekkel voltam kommunista már az 50-es évek elején. 52 tájban én már, bennem már sokszor fölmerült, hogy tulajdonképpen mi közöm nekem ahhoz, amit én csinálok. Egész másképp láttam a dolgokat, ezen kívül módon volt másfajta könyveket is olvasni, apám könyvtára révén. Aztán 54-ben kiküldtek engem
tudósítóként az első négy hatalmi konferenciára, háború után négy hatalmi konferenciára, ott láttam, hogy milyen a szabad világ, mert az Berlinben volt, és tulajdonképpen a konferencia Nyugat-Berlinben folyt le. Én Kelet-Berlinben laktam egy szállodában, de akkor még szabad átjárás volt Kelet és Nyugat-Berlin között. A két Németország között egy olyan ízbontó különbség volt, hogy ez meggyőzött engem arról, hogy mi egy elfogadhatatlan zárt világban élünk. Ráadásul csupa hazugság között, amely Kelet-Németországban még erősebben szemembe ütközött, mint Magyarország. Míg Nyugat-Berlinben szabadság volt a szó közösséges értelmében. Politikai szabadság volt. És én ottan beszélgettem nyugati újságírókkal, és még egyszer elmentem a politikatudományok főiskolájára is, kicsit tájékozódni, ők nagyon csodálkoztak, hogy hogy jut eszébe egy ilyen kelet-európai kommunistának, hogy ide jöjjön, és egyáltalában és mondtak nekem dolgokat, és én mondottam, hogy ebben bizony igazuk van. Azt mondja, de hát hogy mondhat maga ilyet, amikor maga egy olyan rendszert szolgálnak? Mondom, nem biztos, hogy ez a rendszer olyan sok, mindig ilyen lesz, vagy hogy továbbra is fennmarad. Ezen nagyon csodálkoztak. Kérdezték tőlem ezt, maga csak úgy magától mondja, mondom, hát sokat gondolják, ugyanúgy, mint én. Úgyhogy végül is látták, hogy én nem provokálni akartam őket, hanem egyszerűen beszélgetni olyanokkal, hogy másképp látták a világot. Szóval visszajöttem Nyugat-Berlinből, és akkor már végképp és hoztam magammal mindenféle könyveket, amelyek az én világnézetemnek a megújításához hozzájárultak. A megújítás az én esetemben tulajdonképpen végsősor az apai örökséghez való visszatérés is volt, de ezt akkor még nem láttam olyan tisztán, mint mondjuk később az utóbbi évtizedeken. Tehát végül is Franciaországban. Miért jöttem Franciaországban? Miért jöttem Franciaországban? Szóval én tehát elhagytam Magyarországot, és miután túl későn hagytam el ahhoz, hogy Ausztriában, Ausztrián keresztül hagyjam el, Jugoszlávia határon keresztül tudtam átjutni, és abban az időben már gyakorlatilag a nyugati országoknak a befogadó kontingensei beteltek. Minden ország befogadott annyi, beleértve Svédországot is, minden ország befogadott annyi magyar tanulmányt. Egy kivétellel, és ez Franciaország volt, amelynek 1791 óta van egy alkotmánya, máig is érvényes ez a cikke az alkotmánynak, Franciaország befogadja azokat, akiket politikai, vagy más hasonló okok, vallási, vagy hasonló okokból üldöztek. Tehát Franciaország jelezte, hogy a maga részéről továbbra is hajlandó befogadni menekülteket. Úgyhogy nolens volens, aki nem ment ki idejében Ausztria felé, hanem Jugoszláviába jutott, annak hát nagyon nehéz volt megtalálni az országot, aki befogadja, és Franciaország volt tulajdonképpen az egyetlen európai ország, amely befogadta őket. De Franciaországon sokan gondolták, hogy na jó, franciákat utáljuk, franciákat, Trianon, minden utáljuk őket. Na de majd onnan tovább megyünk Kanadába, vagy akárhova. És ez így is történt, nagyon sok ember. Szóval sok tízezre mentek ki Franciaországba, és aztán ezeknek egy jelentős része ment tovább a tengeren túlra, hogy hova pontosan az személyenként van között. Én azonban apai örökségként a francia kultúrát kaptam. Mert apám, mint szabad gondolkodó, a francia gondolkodásnak volt egy nagyon nagy. És a mi könyvtárunkban
Zolától Anatole France-ig csupa olyan író volt, aki a felvilágos, most nem beszélek Voltaire-ről, mert ugye azt talán mindenki olvasta gyerekkorában a Candidot, meg ilyen, de Zola és Anatole France, és még más, ugye, újabb írók is, ugye, azok más szellemiek voltak, és ezek pontosan apám gondolkodásának feleltek meg, úgyhogy én apai örökségből mentem Franciaországba, annak ellenére, hogy németül anyanyelvi szinten beszéltem, mert első iskolai éveimet német iskolában folytattam. De az nem számomra nem került szó, hogy Németországba megyek, és Ausztriába se volt kedvem menni, amelyet különben szimpatikus országnak tartok, de akkor a választás az voltaképpen Németország és Franciaország között volt, esetleg Svájc, de ezt most hagyjuk. Tehát így jutottam én Franciaországba, és jól választottam. Jól választottam, mert én egy olyan országba akartam menni, amelynek a központjában, amely az európai kultúra központjában. Ilyen lett volna Anglia is, de én angolul nem beszéltem, vagy legalábbis olyan rosszul beszéltem angolul, hogy ez nem volt a nagyobb tanácsos nekem, hogy oda menjek. És ezért választottam Franciaországot, ahol aztán hát elfogadtak engem. A franciák nagyon könnyen elfogadják azt, aki már tud valamennyire franciául. Nekem például a franciákkal egy érdekes tapasztalatom, hogy amikor elmentem, beiratkoztam a Sorbonne-ra, a Sorbonne titkára kellett elmenni. Mikor felvett engem, azt mondta, maga milyen jól beszél franciául. Már csak ezért is felveszem. És amikor rákövetkező évben találkoztunk, és akkor valami komolyabb dologról beszélgettünk, akkor azt mondta neki. Nagyon örülök, hogy ilyen jól megtanulta a nyelvünket. Mert tudja, amikor maga kijött, akkor alig tudott franciául. Most már teljesen folyikonyan is jól beszél, és disztingváltam ezt. Na most ez a franciák legyenlemző. Ők mindig dicsérnek. Szóval tehát valaki dadog franciául, azt mondják, maga a nagyság beszél franciául. Ez egy tipikus francia dolog, igen. Én szeretem Franciaországot, tehát elfogult vagyok. A 80-as évek magyarországi egyetemistájaként három dolgot biztosan ismert az ember. Azt a című könyvet, hogy az igazság a Nagy Imre ügyben, a Párizsi Magyar Füzetek és az Irodalmi Újság. Valójában mi egy kicsit ezeken szocializálódtunk egyetemistaként a 80-as években. Mindhárom kötődik az ön nevéhez. Egy kicsit beszélne ezekről? Az igazság a Nagy Imre ügyben engem személyesen nagyon érintett. Mert hogy az öt kivégzett között Gyimes Miklós is volt. Én amikor kimentem Franciaországba, elhatároztam, hogy most következő éveket tanulásra fordítom, bepótolom azt, amit nem tanultam meg idejében. Én most beiratkozom az egyetemre, és éppen egyik egyetemi professzoromtól annak a lakásával jöttem le az utcára, akit azért látogattam meg, mert egy ilyen szakdolgozatot kellett készítenem és tanácsot kérni, vagy látni akarta, hogy hol tartok, és beszélgetünk róla. Úgy hívták, hogy Jean Lab. És mikor lejöttem a lakásából, ez egy széles avenue volt, aminek a túloldalán egy park volt, és a park bejáratánál volt egy újságos. És miután én megszoktam, mióta is, 1938 után mindenhol a újságot, átmentem megnézni, hogy megvegyem-e az aznapi újságot. És óriási betűkkel az első oldalon. Budapesten Nagy Imrét öt társával együtt elvégeztem. Rémültem meg a újságot. Láttam, hogy kik van az ötletnél.
És akkor elhatároztam. Nem mondom, hogy azt határoztam, hogy bosszúnak fogok élni, de hogy ezt vettem bosszúnak. Volt egy-két Magyarországra emigrált újságíró akkor Párizsban, például Bérai Tibor, akinek a nevét talán itt éppen is volt. Fölment egy Bérai Tiborhoz, mert jobban voltunk. Ő már akkor szintén tudott a dologról, mert a rádió is bemondta. És elhatároztam, hogy írunk egy, közösen összeállítunk egy pamfletet, amely a Nagy Imrék elleni vádiratnak a cáfolata. És ebből a pamfletből végül egy elég terjedelmes dokumentumkötet lett, amelyet francia nyelven írtunk és jelentettünk meg. Én voltam ennek tulajdonképpen az operatív szerkesztője, mert én voltam az emigrációban az egyetlen, aki elég jól beszélt franciául ahhoz, hogy egy könyvet franciául szerkesszem. És, de sokan vettek benne részt. És volt egy intézmény, amely ennek a elkészültét támogatta. És akkor egy pár hónapot ennek a kötetnek az összeállításával töltöttünk, amely előbb franciául jelent meg, tehát a kivégzés az 58 júniusában volt, és az igazság a Nagy Imre ügyben eredeti kiadás, amely francia jelent meg, az 58 október. Tehát ez ilyen gyorsan csináltuk meg. 58 októberében Plon könyvkiadónál megjelent La Vérité sur l'affaire Nagy, a francia címe. Tehát pont ugyanaz itt magyarul, az igazság a Nagy Imre ügyben. Amelyet 10-12 nyelvre fordítottak le, röviddel a megjelenésekben. 58-ban ez megjelent angolul elsősorban, először, röviden utána németül, spanyolul, és még több más nyelven, még japánul is megjelent. Ezt követően egy kisebb emigráns csoporttal együtt elhatároztunk, hogy ennek megcsináljuk a magyar változatát. Hogy úgy mondjam, vissza kellett fordítani franciából magyar. De úgy, hogy hozzá is raktunk, el is vettük belőle, tehát a magyar szöveg nem 100%-ig ugyanaz, mint a francia. Ezt 59, ugye a francia kiadás az 58 késő őszén jelent meg, és a magyar kiadást azt 59-ben készítettük, és 59 végén hát azért az nagy munka volt, és nekünk, hogy mondjam, az eszközeink nem voltak olyan nagyon nagyok, de azért szerencsére sokan segítettek ebben, és de hát nagyon nagy bukát kellett a dokumentumokkal végezni. És így az egy tulajdonképpen a magyar kiadás az egy pontosabb válasz még arra a vádiratra, ugye, amelynek a nevében a Nagy Imre. És hát ez bizonyos fokig megváltoztatta az életem folyását, mert a tanulás mellé egyenértékű munkaként belekerült az, hogy én bizony foglalkozom ugye azokkal a politikai viszonyokkal, amelyek ezt a szörnyűséget lehetővé tenni. És ezért az én életem egy nagyon atipikus élet. Az én egész egyetemi karrierem az egy atipikus karrier. Ha nem lettek volna a francia intézmények, én soha nem jutok egyetemi diplomához. Franciaországban az lehetséges volt, ezt most nem mondom el. Tessék szívesen megvenni a könyvet, és abból ez kiderül.
és a szakmai karrierem is meglehetősen atletikus. Tehát ez a... Szóval sok minden történt aközött, ami ezen a címlapon látható, és amit most magunk önökkel szemben láttak, az alatt úriemberben. Én itt be is vagyok. Köszönjük szépen. Már esetleg van a módunk, mint a közönségnek is átadni. Természetesen. Ezért is fejeztem be, mert gondoltam, hogy bármilyen kérdés föltehetjük. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire számított arra 1980-as évek vége fele az emigrációba, hogy a rendszerváltásnak nevezett dolog Kelet-Európába az be fog következni. Ez mennyire érte meglepetésként, mennyire számított rá, és hogyan reagált rá, amikor ezek az események bekövetkeztek? 1976-ban a lengyel és a magyar forradalom 22 fordulóján én párizsi lengyel barátaimmal együtt rendeztem egy konferenciát ennek a két forradalom 22 fordulójának megünneplésére, amely francia nyelven folyt, és amelynek a résztvevői korán sem pusztán magyarok és lengyelek voltak, hanem nagyobb részt franciák voltak, de voltak olaszok is, angolok is, szóval egy nemzetközi konferencia volt. 15-20 előadás hangzott el. Az záróelőadást én tartottam 1976-ban. Az volt a címe. A kommunizmus utáni társadalom. És arról írt, és azzal kezdődött, hogy mint minden politikai rendszer, a kommunista rendszer is előbb-utóbb véget ér, és gondolkozunk azon, már is kezdünk gondolkodni azon, hogy milyen folytatás kell, hogy kövesse ezt. És akkor leírtam a lehetséges, hogy mondjam, forgatókönyveket. Erre. Ez egy francia nyelvű előadás volt, amely azonban magyarul is megjelent, méghozzá nekem a Kaligram könyvkiadó pár évvel ezelőtt 4 kötetben kiadta a válogatott magyar nyelvű publicisztikát. Ez tanulmányokat, esszéket jelent, nem újságcikkeket, újságcikk nincsen benne, csak tanulmányok és esszék. Ezeknek a válogatása megjelent 2013 és 2015 között. Ennek valamelyik kötetében, azt hiszem a második, nem az első kötetében már, benne van ez a tanulmány, a kommunizmus utáni társadalom. Tudnék, ezt aztán nagyon sok nyelvre lefordították, magyarra is megjelentette az Új Látóhatár, valamikor abban az időben, tehát elfelejtségek végén, és én ezt a magyar nyelvi változatot, ezt beletettem ebbe a kötetbe. Tehát lehet olvasni, hogy én 1976-ban, ezt most az előbb elhangzott kérdésre válaszul mondom, 1976-ban mit gondoltam arról, hogy örökké tartja a kommunizmus, és hogyha véget ér, hogy fog véget érni, milyen lehetőségek vannak a kommunizmus utáni társadalomra. Ennek a most a részletét nem mondom el, de szóval ez az én gondolkodásomat már azóta foglalkoztattam. Tehát jó 10 évvel a rendszerváltozás előtt, azt mondhattam, majdnem 15 évvel a rendszerváltozás előtt, én ezt már. És volt egy másik tanulmányom is, amely azt hiszem szintén megtalálható ebben a kaligramféle kende esszé válogatásban, aminek az volt a címe, hogy a Közép-Kelet-Európa országainak eltávolodása a szovjet rendszertől. Amelyben megírtam valamikor azt hiszem a 80-es években, de ezt most nem tudom pontos dátummal ellátni, hogy milyen okok miatt nem
maradhat fönt a szovjet típusú rendszer Közép-Kelet-Európában. Amire nem gondoltam, ezt most előre válaszolom arra, hogy esetben önt fölteszem a kérdést, az volt, hogy a Szovjetunió összeomlott. Ezt nem gondoltam akkor. Az számomra is meglepődés. Erről beszéltünk itt a Lackó kollégámmal, akinek azt mondottam, hogy számomra egy nagy meglepetés volt ebben a korszakban, a Gorbacsov. Mert szerintem a Gorbacsov egy teljesen unikális jelenség. Atipikus. A maga nemében érthetetlen, hogy a szovjet politbüró legszűkebb belső köre hogy választhat meg egyes szám vezetőnek valakit, aki a fejében ilyen gondolatokat melenget, mint amilyeneket megvalósít. Ez valóban egy rejtelem. Ez egy rejtelem, amely valószínűleg a szovjet rendszer teljes elöregedettségével függ össze, azzal, hogy egy fiatalabb embert akartak találni, és nem volt olyan nagyon sok fiatal ember a színpadon, aki ennek a belső körnek, a belső vezető körhöz tartozott. Elmeséltem a kollégámnak, hogy két fiatalabb ember, és egyszer egy orosz újságírótól én kérdeztem meg, hogy is volt ez, hogy a Gorbacsov. És azt mondta, ez nagyon egyszerű, mondta nekem egy orosz újságíró, ez franciául beszéltem. Ez úgy volt, hogy két fiatalabb ember volt a politbíróban, egy Romanov nevű és egy Gorbacsov. Na most, a Romanov, az nem tartozott a Romanov. És akkor az öregek fontolgatták, hogy hát most már nem lehet, hogy mind. Akkor egymás után három öreg meghalt. Nem lehet, most már kell egy fiatalabb. Na nézzük, kettő van. A Romanov azt nem lesz jó megválasztani, mert az mindannyiunkat le fog tartóztatni. Ez a Gorbacsov, ez egy kedves és nyílt ember. Ettől nem kell félni. Legyen a Gorbacsov. Így lett a Gorbacsovból, ez szerint az újságíró szerint, nem állítom, hogy ez a teljes igazság, és lehet, hogy nagyon kevés valóság magja van ennek, de mindesetre egy orosz újságíró így tudta nekem megmagyarázni ezt a rejtélyt, mert tulajdonképpen ez egy találma, hogy választotta meg a szovjet politbíró azt az embert, akit én legszívesebben anti-Leninnek nevezek, mert ő volt az, aki az egész leninista, hogy mondjam, alkotmányt, ezt most nem a szó jogi értelmében, hanem de, hogy egy épületre mondják, hogy ez az alkotmány, ez egy ilyen építmény, az egész leninista építményt fölborította. Ez a válaszom. A gondolat, amit mondott, hogy a dokumentumokkal sok probléma volt az igazságnagyügyre kötet kapcsán. Milyen dokumentumokat tudtak itt használni, és azokat honnan szerezték be ehhez a kötethez? Szóval volt egy ítélet, amely tulajdonképpen a vádirat volt szó szerint, amely egy ilyen nagy újság oldalnyit, vagy másfél újság. Tehát ezt az újság közölte Párizsban. Igen. Na most ez megvolt nekünk magyarul, és amikor az igazság a nagyimrőből csináltuk, akkor ezt lefordítottuk teljesen franciára, vagy lefordítottuk, igen. Volt egy-két fordító barátunk, aki segített nekünk, és ez tehát a magyar dokumentum. Más dokumentum ellenben, az ellendokumentumokat mi azokat úgy szedtük össze, hogy miután mi pontról pontra cáfoltunk meg, mindegyik ponthoz tettünk néhány olyan ténybeli adatot, vagy kijelentést, vagy dokumentumot, amely annak ellen. Na most ezek a legváltozatosabban jutottak hozzánk, ugye? Csak miután
több fej, ha összehajol, akkor többet talál. Tehát sokat dolgoztunk ezen, hogy megtaláljuk azokat a magyar nyilvános kijelentéseket, és amelyek ezeket számolják. Így. Igen, mert hát ha mai világból kiindulunk, ma már online mód, ez kevésbé probléma. Akkoriban el se tudom képzelni technikailag, ez de akkor, valóban olyan. Akkoriban az újságíróknak archívumok voltak. Például én nagyon jó barátságban voltam Fejtő Ferenccel, akinek a nevét is. De nagyon jó személyes barátságban voltam vele. És Fejtő Ferencnek egy egész szobája volt a lakásában teli dokumentumokkal, amelyeket ő az évtizedek során félretett, és a maga módján, rendszerezett, úgyhogy ő tudta, hogy mit, hol kell. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a 76-os tanulmányban mennyire látszott az, vagy mennyire merülhetett az föl, hogy a rendszerváltozás után, tehát a kommunizmus bukása után, egy ilyen irány újra részt, ilyen irányt vesz újra Magyarország, hogy újra, mint amit most van, és kelet felé indult el. Őszintén szóval, nem tudom, hogy ezt nem lehetett gondolni, én erre nem gondoltam. Én a lehetséges folytatásokban láttam, hogy személyi diktatúra váltja fel a kommunista párt diktatúrát és ideológiai diktatúrát, hogy katonai diktatúra váltja fel, hogy esetleg a munkás tanácsok veszik át a hatalmat, és negyediknek vettem a nyugati értelemben vett többpárti politikai rendszert. Na most egyiknek se gondoltam a jövőjére. Mindegyiknek más és más lett volna a jövője. Csak az, hogy mi következik a kommunizmus után. De az már, hogy a kommunizmus után mi következik ez után, ez így már, tehát ez a másodfokú után bennem nem merült föl. És őszintén szólva, az, ami 2010 óta van, engem meglepetésként ért. Nem gondolta volna, hogy ilyen mértékig vissza lehet csinálni a rendszerváltozás, hogy mondjam, szabadság elvű eszménynek a bevezetését és alkotmányos megalapozását. Hát végül is visszavonták az alkotmányt. A Magyarországnak volt, ugye, született 1990-ben egy teljesen normális, nyugatias típusú alkotmány. Ugye, amely ugyanár a régi alkotmány átírása volt következett, de azt úgy átírták, hogy az egy teljesen normális, nyugatias demokrácia alkotmány. Ezt visszavonták, most nincs alkotmány Magyarországon, mert úgynevezett alaptörvénye van. Igen. Azért mondom, úgynevezett, mert az alaptörvény semmilyen törvényi változtatás nem akadályoz meg, míg egy normális alkotmányos országban az alkotmány bizonyos törvényeket meghozását lehetetlen teszi, van az ellentétes az alkotmánya. Csak egyetlen dolgot szeretnék mondani, illetve kérdezni itt kiki a saját oldaláról, ugye a 90-es évektől kezdődően végignéztünk bizonyos folyamatokat, és amit szeretnék itt elmondani, hogy nyilván a jelenlévőket nem lepi meg, hogy Párizsban, amikor megindult a 90 utáni Magyarország dinamikus ritmusban Európa nyugati fele irányába, akkor ebben nagyon sok szövetségese volt a már elhangzott Mérai Tibor, Fejtő Ferenc mellett, Schreiber Tamás, Kende Péter, és nagyon sokan mások. Volt egy óriási összefogás ebben az irányban, amit tulajdonképpen mindenki konstatált, és ilyen apró dolgokban talán még emlékszünk arra, hogy volt ez a FAR program. De arra már lehet, hogy nem, hogy abban a P betű az Polónia, és a H betű pedig Halloween. Most, mint eléggé furán néz neki ez a mozaik szó,
És az, amiről beszéltünk az imént, szó esett az imént, hogy Fejtő Ferenc dokumentumai és könyvtára, annak a jó része most a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyban található, amit a Károlyiak visszavásároltak, és csináltak ott egy európai kulturális kastélyt. A dokumentumokat azokat ingyen kapták meg. Persze, volt tanítványunk talán jelenlévő is ismeri Csősz Kati, aki akkor a Magyarság Tudományi Központnak a könyvtárosa volt, ő rendszerezte és került Fehérvár csurgóra. Tehát volt egy óriási kommunikáció akkori párizsi magyarok között, és ami a kérdésem tulajdonképpen, és az én reggel is kapcsolódik ez a folyamathoz, hogy Kende Péter valamikor a 90-es évek vége felé, amikor egyébként kulminált ez a folyam, hogy 2001-ben magyar év volt Franciaországban, és nagyon sok minden történt, akkor úgy emlékszem, hogy nekem azt mondta, hogy most már inkább Budapestre teszem át a székhelyemet, és az a költözöm. Most, mintha azt olvastuk volna, hogy most már inkább Párizsba költözöm. Ez a kérdés. Erre a kérdésnek könnyű válaszolni, mert egy ténykérdés. Én valóban 89-ben elhatároztam, hogy az új viszonyok között életem egy részét Magyarországon fogok tölteni, hogy közel működjek ugye az új demokrácia létrehozásával. És miután mindenféle okokból úgy határoztunk, hogy nem vásárolunk házat vagy lakást Magyarországon, hanem bérlünk, mert hiszen ez egy átmeneti korszak, és bérlünk addig, ameddig ránk szükség van, mert az igazság az, hogy hát abban az időben körülbelül egy idősek vagyunk a feleségemmel, hát mi már erősebb benne voltunk a 60-as éveikben, és azt gondoltuk, hogy ez egy rövid kaland, ugye, hogy elmenjünk egy kicsit Magyarország, és aztán visszajövünk. Na most ennél fogva nem adtuk fel a párizsi házacskánkat, nekünk van egy kis kertes házunk Párizs oldalában, nem a közigazgatás Párizsban, de a metró vonalakon belül, a metró hálózaton belül, Nagy Párizsban. Ez jól is működött. Az időnek hol a nagyobb felét töltöttük itt, és a kisebb felét Franciaországban, hol a nagyobb felét Franciaországban, és a kisebb felét. Itt ez mindig a tudnék, a feleségem, aki pszichológus, az egy nagyon keresett pszichológussá vált Magyarországon. Sok tanítványa van, több száz tanítványa van, mert ő egy új módszert honosított meg, ami a gyermekpszichológiának egy újítása. Ő tehát a maga mesterségén belül találta meg a maga környezetét. Én pedig több intézményben, elsősorban az 1956-os intézménynek a létrehozásával vettem részt, és annak voltam a kuratórium elnöke mindaddig, amíg ez az intézet létezett, tehát 2010-ig. 2010-ben a Orbán kormány minden közalapítványt megszüntetett, egyebek között az 56-os intézményt is, amelyet külön is megszüntetett volna, de ilyen módon egyszerű volt a dolog, mert nem kellett egy külön törvényt, külön intézkedést hozni erre. Ilyen módon az 56-os intézet azóta nincsen hivatalosan, de van, méghozzá ugyanott dolgozik, mert a 56-os intézete azt történt, hogy beolvasztották a Széchenyi könyvtárba a személyzetét, nagyon le is építették, valahogy, tehát 20-25 kutató dolgozott, ma dolgozik maximum 10, vagy 10-es nagyságra egy kutató áldozata. De miután, minthogy az 56-os közalap, az államkincstár, a magyar államkincstár 99 évre
adott egy helységet a Dohány utcában, Vajnusza 74, az úgy Schlegel szemben van a New York palotával, de már kifelé jövett a körúttól. Ez egy nagy szerencse, hogy kifelé van a körúttól, és a Dohány utcában van, mert ez nem egy olyan jó cím. Szóval egy Schmidt párjának ez nem felelnek, ugye? Schmidt párja, aki az energiának egy jelentős részét évtizedek óta arra fordítja, hogy megpróbálja az 56-os ítéletet teljesen megszüntetni. Például bebeszélte magának azt, hogy most ezzel az új intézkedéssel beolvasztják az 56-os ítéletet az ő 21. század intézetébe. És be is hivatta magához, hogy megkérette, megkérette magához Rainer M. Jánost, az 56-os intézet igazgatóját, az első igazgatót Litván Györgynek hívták, talán még ismerik a nevét, nagy kitűnő történész volt, körülbelül az én korosztályomhoz tartozott, itt picit fiatalabb volt nálam, sajnos több mint 10 év óta halott, és az ő utóda lett, amikor ő visszavonult, vagy azt mondott, hogy én most a nyugalomba gondolok, azért még ott maradt és dolgozott, akkor az utóda lett Rainer János, aki első fogva az egyik oszlopa volt a 56-os kutatások Magyarországon. És Rainer János az volt az igazgató. Na most behívatta magához, hogy Schmidt Mária Rainer Jánost, megkérette magához, és azt mondotta, hogy úgy határoztunk, hogy az 56-os intézet mostantól kezdve tartozik a 21. század alapítványhoz. Erre Rainer János azt mondta, hát maguk lehet, hogy úgy határoztak, de mi nem megyünk, mi maradottal vagyunk, és nem tartozunk. Mi egyelőre a Széchenyi könyvtár keretében vagyunk, és a Széchenyi könyvtár sem mondta azt, hogy mi. Úgyhogy úgy mondjam, kiadta az útját Schmidt Máriának, és kiderült, hogy Schmidt Mária nem tudja őt megkapni. Egyszer megint szó volt aztán erről, akkor elmentem a jelenlegi rezsim egy magas rendű vezetőjéhez, aki azóta kivált a kormányból, nem nevezem éppen az egyszerűségeit, akinek azt mondottam, hogy Zoltán, mi jó barátok vagyunk, van egy kérés, eddig még sosem értem tőle sem, egy kérés. Kérdeztem így tőle. Akadályozd meg, hogy az 56-os intézetet megszűntessék. Azt mondta nekem, jó, ezt meg akadályozom. És akkor ez megint évekre elhallgatott ez a dolog. Most már sajnos nincs senki, aki ezbe mehetnék. Orbán Viktorhoz bemehetnék, mert fogadna engem. Kibeül, fogadna engem, de hát nem szeretetre vágyik ő. Főleg azért nem megyek be, hogy ilyen dolgot kérjenek. Ezt én nem csinálom. Na, most megint szó van arról, hogy megszüntetik, de hát mint mondom, ez csak egy ilyen terv volt, és na most a Széchenyi könyvtár jól-rosszul fizeti a megmaradt kutatóállományt, és a Magyar Államkincstár tulajdonát nem által nekünk tulajdonba adott helységet a Dohány utcában, amely szerencsére nem a körúton belül van, és nem egy mély, ugye a kiskör, nem is, pláne a kiskörúton belül. Azt meg, talán meg senki se, senkinek se, hogy mondják, fáj a fogará. Úgyhogy, és az nem kerül nekünk semmibe, csak a rezsiköltségbe. És a Széchenyi könyvtártól megkérdezte Rainer János annak idején, jó pár évvel ezelőtt, hogy
hogy adnak nekünk helységet, az mondták, hát helységet mi nem tudtak adni. Hát akkor ott kell maradnunk a Dohány utcában? Na, maradjanak ott a Dohány utcában. És akkor ki fizeti a rezsiköltséget? Kérdezte. Hát a maguk. Hát azt mondja, tehát nekünk nincs. Majd maguk megszerzik. És rajnán megszereztem. Most én bűnhegytitkokkal nem állok, hogy szereztem. Megszereztem. Úgyhogy a rezsiköltségre van pénz. Hát pályázatokat hirdetnek, azt megnyeri az intézet, és akkor abból van pénz. Szóval tehát a rezsiköltség, és nem olyan a rezsiköltség, a rezsiköltség. És az intézet úgy létezik, az van kérve, ezeket a 56-os intézet, tessék, be lehet csöngélni. Dohány utca 74. Be lehet csöngélni. Mindig van legalább egy inspekciós, de néha vannak intézeti napok, hetente kétszer, akkor többen is vannak. Nincs nagyon sok kutató. Kutatóknak egyébként is jobb, hogyha nem intézetben vannak, hanem könyvtárban vannak, vagy más esetben terepen vannak, igen. Mindenesetre, és mindenki, korábban minden évben kiadott egy évkönyvet az intézet, most minden második évben kiad egy évkönyvet, mindig két év együtt van évkönyv, 1956-os intézet évkönyve. A nem létező 56-os intézetnek van évkönyv. Most jelent meg azt hiszem a milyen évben vagyok, a 18-19-es, a 18-19-es. Nem létezik. Még én sem olvastam el olyan is. Így mennek, mendegélnek a dolgok Magyarországon. Itt József vagyok, a Nagyvédelmi Társaság Bolsevik Egymásiszt Alapítványtól. Nem Nagy Imre. Társaság és alapítvány. Én a Nagy Imre tudom, mert pályáztunk már rendőző. Csak ott szoktunk találkozni a Nagy Imre házban leginkább. És az az egyik, ez megjegyzésem van, nem kéne mégis bejelentkezni, mert ilyen nagy útra kell ehhez a szerencsétlen felcsúti gyerekhez. Hogy mit mondana? Hát, hogy másik pedig az, hogy tartsunk-e megemlékezéseket, és mit csináljunk a Nagy Imre szoborral, ahol most áttették. Mi a tanácsa, hogy a Nagy Imre hívők itt maradt magyarországiak, hogyan viszonyulnak a Nagy Imre szobrához. És a Nagy Imre háznak, annak neki mennek-e olyan? Tehát az véd. Igen. A Nagy Imre ház kormánytámogatásból, amelyet az akadémián keresztül juttattak el mindig. Tehát volt egy sor az akadémia költségvetésében Nagy Imre alapítva. És ilyen módon kaptunk kormánytámogatást. Még idén is kaptunk, általában az akadémia évente három részletben juttatta el a Nagy Imre alapítványhoz a kormánytámogatást, tehát ami a célzott kormánytámogatás. Idén valamilyen intuíciójuk támadt, és mindjárt az év elején az egészet elmondták. Tudtak már valamit. Na most a Nagy Imre alapítvány támogatása azonban egy külön tétel a költségvetésben, és az, hogy az akadémián keresztül juttatták el, az, hogy úgymond egy formai eleme volt a juttatásnak, hogy ne fillérenként kelljen a költségvetést kiosztani, hanem az akadémia egészének adott költségvetésből, ugye ennyi és ennyi megy a egyebek között az 56-os alapítványra. Nem az egyetlen intézmény, amely az akadémia költségvetését belül kapja, vagy kapta ennek a támogatását. Ez most az akadémia sorsától függ. Tehát nincs semmi garancia arra, hogy a Nagy Imre alapítvány fönn tud maradni, mert végeredményben a kormány kijelenti, hogy most már elvégezte a működését, nincs szükség alapítványra, hát nem tudom, hogy akkor mit csinálunk. Én kétségkívül ennek az alapítványnak
én mindig az elnöke vagyok, mert nem akartam, nem akartam volna, hogy mást választani. Én boldogan álltam ezt a tisztséget, mondottam rá, de a... hát, mindent a maga idejében. Tehát várjuk meg, hogy mi történik, és a Nagy Imre emlékházat szerintem, miután a Nagy Imre alapítvány támogatása, az az emlékház fennmaradása, mert azért van ez a kuratórium, ez tulajdonképpen a Nagy Imre emlékház, tehát vezető kuratórium. Hogy ezen kívül még mást is csinál, kisebb kiadványai van, egy másik dolog, az emlékházat fenntartja. Na most én sokszor gondoltam arra, hogy a Nagy Imre Orbán Viktor számára egyfajta fétis. Tetszik érteni, hogy nem mondom. Mert mitől lett ő híres? Attól, hogy 30 évvel ezelőtt egy beszédet mondott a hősökkel. Ezt tette őt ismert politikussal. Tehát ennél fogva van egy szerintem... Kettős így. Igen. Kettős ember az ezzel kapcsolatban. Éppen egyszer eljött meglátogatni 4-5 évvel ezelőtt a Nagy Imre alapítványt. Hihetetlenül barátságosan és kedvesen is viselkedett. Hihetetlen barátságosan és kedvesen viselkedett, csebegett, és még egy olyasmit is csinált, ami körülbelül a könyvben benne van, elmesélem, csak mit tanultam. Elmondta, hogy ott ült, és én ott ültem, de Litván Gyuri már akkor halott volt régóta, és mondotta, hogy emlékszel, Péter, hogy mielőtt a Nagy Imre újratemetése volt, én megkértelek téged meg a Litván Gyurit, hogy üljetek le velem a halászcsárdába, ott van a Budaparton, Budai oldalon, és mert megmutatom nektek, hogy milyen beszédet szándékszom mondani, és mondjátok meg, mi a véleményetek. Mondtam, emlékszem. Azt mondja, és emlékszel, ugye, hogy ti azt mondtátok, hogy ezen bizony egy-két dolgot meg kell változtatni. Nem Hárki, hanem Orbán Viktor szavait egyébként folytatta. És akkor én gondolkoztam, és akkor én tavasztam, azt hiszem nincsen igazatok, de még gondolkozom rajta. Hazamentem, gondolkoztam, és azt mondtam magamban, ezeknek a fiúknak mégis igazuk van. Úgyhogy megváltoztattam a beszédemet abban a szellemben, amelyben kértétek, és ezért lett ez olyan jó beszéd. Na most az igazság az, hogy az elején, de az egyképpen folytattál, után nem igaz. Hazament, gondolkodott, tanácskozott a Kövér Lászlóval, és azt mondta, hogy marasság, amit ezek mondanak. És és megváltoztatta, nem. És úgy mondta el a beszédét, ahogy eredetileg. Na most, itt a történetben nem ez a lényeg, nem az érdekes, és nem ez a komikus, hanem az, hogy ott ülök én, szegény Litván Gyuri már említett, én tudom, hogy mi történt, és eldicsekszik nekem azzal, hogy az én tanácsaimat követve megváltoztatta a beszédét, és az életézben. Epizód Orbán Viktor életéből.
Csak még egy mondatot. Szinte biztos vagyok benne, lehet, hogy nincs igazából véletlen más tényt, akkor cáfolj meg, hogy ők ezt elvitték onnan a szobrot, és megvárták a hatást. Tehát, hogyha kicsit, ha egyáltalán nincsen reflexió, és nincsen ilyen visszhangja ennek az egész szobor katasztrófának, amit műveltek, akkor szerintem szélcsemben a szobrot nem tették volna vissza. Nem tették volna sehol. Tehát ezt a szobrot eltüntették volna, hogyha nincsen, ha nem ütközik nemzetközi és más tiltakozásokban. Tehát ez próbajárat volt ez a szobor. Most fel fogják állítani egy helyen, amely magában véve egy elfogadható Marstak helyen. Marstak Jászai. Hogyan? Jászai-Nagy téren, elég közel oda, ahol én lakom. Fel fogják ott állítani. De hát a tisztesség azt követelte volna, hogy a helyén van. Hát ez nyilvánvaló. Igen. Mert annak szimbolikus helye van a szobor. A szobor a parlament felé nézett. Jászai-Nagy térről már nem tudom a parlament felé nézni. Hát nem tudom, hogy mögött fogják felállítani. A Mark szobor helyén, nem? Látni se akarja a fehér házat. És látni se akarja a fehér házat. De mindesetre igazad van abban, hogy azért ők nem merték ezt eltüntetni. Ebben teljesen igazad van. Nem merték eltüntetni. Az áthelyezésen mindenki tiltakozott, aki érdekelve volt, beleért a szobrászat, a finanszírozás, minden. Ezt nem lehetett meg akadályozni, mert mit lehet megakadályozni abból, amit a horvát kormány elhatároz, legalábbis Magyarországon belül ki tud valamit megakadályozni, senki sem tud. De nem merték ezt csinálni, igazodban nem merték megcsinálni, mert túl nagy lett volna a tiltakozás, ezt nem merték megcsinálni. Igen. Valamikor egy 2000-es évek elején megjelent tanulmányában arról ír az európai identitás kapcsán, hogy vajon sikerül-e valahogy azt az érzelmi transfert, amely a nacionalizmusok kialakulása kapcsán egyfajta melegségként meg tudott jelenni az európai identitás, mint egy nagy egész felé fordítani. Hogy látja 2019-ben? Mennyire lettünk európaiak, és hogy ennek mi a jövője egyáltalán ennek az európai identitásnak? Egy nagyon jó és fontos kérdés. Nagyon jó és fontos kérdés. Európa ma kezd részekre bomlani. Van egy magja, és a maghoz még azért jó pár más ország is tartozik, amely úgy gondolja, hogy Európa az egy erősítése a nemzeteknek, és egy fontos akadálya annak, akadályozó tényezője annak, hogy ezeket ezen nemzetek között olyan konfliktusok alakuljanak ki, mint amelyek évszázadokon át voltak, ugye, annak előtte. Van egy kisebb része, lényegében két vagy három kelet-európai ország, amely nem így gondolkodik. Na most azokban az első csoporthoz tartozó országokban van egyfajta európai identitás, amely kifejlődött, tehát annak a tudata, hogy mi olyan nemzetek vagyunk, amelyek összefogtak, hogy egy nagyobb, nem csak földrajzi, hanem politikai egységet, gazdasági és politikai egységet alkossanak, és ilyen módon Európa, hogy mondjam, egy összemérhető nagyságrend, egy Kínával, egy Indiával, egy Amerikai Egyesült Államokkal, és így tovább. Ha ezek a nemzetek szétmennének, akkor megint nem volnának összemérhető nagyságrendek. Ezt a gondolatot és érzést néhány kelet-európai vezető réteg nem tette magáévá, de nem vagyunk biztos benne, hogy a hozzájuk tartozó népek nem ugyanúgy gondolkodnak, mint az, amit az imént mag-európának gondoltam. Szóval, lengyeleket ismerni vélem, és Magyarország pedig a hazám. Na most ennél fogva azt gondolom,
hogy a nagy többség még ezekben az országban is úgy vélekedik, hogy Európa az egy nagyon fontos kiszélesedése a nemzeti potenciálnak. És ebben az értelemben van egy Európa tudat, Magyarországon is van szerintem egy Európa tudat, mert azért a magyar átlagpolgár úgy tekinti, hogy ő egy európai. Nagyon kevés olyan van, aki azt mondja, hogy nem vagyok európai, hát akkor micsoda? Akkor ázsiai, vagy akkor balkáni? A Balkán is Európa része, de azért egy speciális része. Vagy akkor észak-afrikai, vagy hát micsoda akkor a magyar, hogyha ha nem a török birodalomhoz, vagy az orosz birodalomhoz tartozik, akkor mi a magyar? De? Szóval szerintem, és miután szerencsére, most már nem azt jelenti Európa, hogy mi a német birodalom, vagy az osztrák monarchia részei vagyunk, hanem azt jelenti, hogy egy nagy egységnek, most tehát ebben az értelemben szerintem van egy európai tudat. Még akkor is, hogy ez nem olyan nagyon erős, de azért mindenki érzi, hogy Európából kiesni az rossz volt. Nem csak azért, mert nem jönnének a támogatások, hanem mert ha nem mondhatnánk magukra azt, hogy mi európai polgárok vagyunk, akkor azért az a kisebbek volnánk ettől, vagy szegényeknek volnánk. Én ezt mondom, de lehet, hogy tényleg. Nagyon szépen köszönjük. Akkor ez az utolsó. Ezzel az utolsó kérdéssel tulajdonképpen a talán legfontosabbat is megválaszoltam. Én mindesetre európai polgárnak érzem magam, és ez semmit nem csökkent azon, hogy van egy magyar, hogy mondjam, hazafiúi tudatom, és csodálkozik, van egy francia hazafiúi tudatom. És ez a három dolog összefügg. Már negyediket nem tudok hozzáilleszteni, és nem is akartam volna a legtöbb más országnak polgára lenni. Franciaországnak szívesen lettem a polgára, és Európának pedig, hát annál is könnyebben vagyok a polgára, mert hogy ez nem jelent más szempontból a támadást.